Kamionos felvonulás, koncertek sokasága várta az érdeklődőket az Őrcsényben megrendezett jótékonysági eseményen. Magyarországon még nem volt ehhez hasonló kamionos megmozdulás, aminek a célja az volt, hogy egy CMT-típusú mozgásszervi megbetegedésben szenvedő kamaszlány Ettesi Anett terápiás kezelésének a költségét összeszedjék, ugyanis a terápiának az összege 5-6 millió forintba kerül évente. Anett édesanyja meghatódva mondta el, hogy ha nem lenne ez a hatalmas összefogás és segíteni akarás, akkor a lánya állapota valószínűleg már rég kritikus állapotú lenne a gyógykezelések hiánya miatt. Nagyon jó látni, hogy a Danettet ennyien szeretik egyébként. Nagyon jó látni, hogy ennyien akarják, hogy tényleg minden évben összegyűjön ez a terápia. És nagyon szépen köszönöm Mészáros Rékának, mert ő nélkül ez nem valósult volna meg. Ezt ő tervezte meg, ő alkotta meg, és ez nagyon jól esik nekünk. Anett mosolyogva mesélte el, hogy a kezeléseknek köszönhetően most stagnál az állapota, de ez a rendszeres terápiának tudható be, amit csak is az őt segítő emberek összefogásának eredményeként tud igénybe venni. Szó se jutok, mert tényleg ezekre nincsenek szavak. Nem lehet elmondani, amit belülről érzek, hogy így miket érzek. Mészáros Réka szervező kamionos csoportja eddig is a lehetőségeikhez mérten segítették Anett gyógyulását, most viszont úgy gondolta, hogy egy nagyobb volumenű rendezvényen hamarabb össze tudják szedni a gyógykezelésekhez szükséges összeget. Én úgy gondolom, hogy egy gyermek sem érdemli meg azt, és Anett sem, hogy pénzkérdése legyen az élete. Pénzkérdése legyen az, hogy ő élhet-e egészséges életet. Nyilván egészséges ő már nem lesz, mert gyógyíthatatlan a betegsége. De hogyha nem tornázik, romlik az állapota, bénul le folyamatosan. Ez nem, tehát, hogy ha nincs is olyan kötődésem hozzám, hogy rokoni szálak, tehát akkor sem bírnám elviselni tényleg, hogy a szülőknek ezt végig kelljen nézni. A kétnapos rendezvényre az ország számos pontjáról érkeztek kamionosok, volt, aki több száz kilométert is utazott, hogy részt vehessen a jótékonysági találkozón.